A kormány áttekintette Brüsszel és más európai országok járványügyi védekezéssel kapcsolatos módszereit, és megállapította, hogy a védettségi igazolvány vonatkozásában nem vezettek be szigorúbb szabályozásokat, ennek ismeretében korábbi rendelkezését megváltoztatta a kabinet. Amint az Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a február 3-án megtartott kormányinfó keretében bejelentette, Magyarországon május 1-ig két oltással az oltási igazolványok továbbra is érvényesek lesznek. A virológusok többsége szerint hazánk az 5. hullám csúcsán jár, és amilyen gyorsan felfutott a fertőzés szám, annak csökkenése is olyan sebességgel várható. A kabinet a legutóbbi ülésén a témával ismét kiemelten foglalkozott. Az ott elhangzott közérdekű információkat pedig Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette a február 3-án megtartott kormányinfón. Mint elmondta, az Omikron variáns megjelenésekor sem Brüsszel, sem a többi uniós ország nem szigorított a védettségi igazolványokat érintő korábban meghozott szabályain. Ennek következtében a második oltástól számított 270 napig érvényesek az uniós igazolványok, és miután nem akarjuk, hogy Magyarországon a magyarokra hátrányosabb szabályok vonatkozzanak, mint a külföldiekre, ezért megváltoztattuk a korábbi döntésünket, és május 1-ig két oltással az oltási igazolványok továbbra is érvényesek lesznek. A miniszter hozzátette, bár a vírus 5. hulláma lényegesen gyorsabban terjed, mint korábban, de sem a kórházban kezeltek száma, sem az elhunytaké nem közelíti meg az elmúlt években tapasztalt mértéket. Hazánk tovább szeretne javítani az arányokon, ezért 50 ezer Paxlovid készítmény beszerzését tervezi, amit a magas kockázatú betegek gyógyítására lehet majd felhasználni.